Pénteken Rómában az Olaszország-Törökország mérkőzése megkezdődik a koronavírus járvány miatt 2021-re csúsztatott labdarúgó Európa-bajnokság, bár a pandémia még mindig árnyékot vet a tornára. Az Euró 2020 a közegészségügyi korlátozások, valamint pán-európai jellege miatt is külön kihívás jelent a csapatoknak, a szervező UEFA-nak és a szurkolók számára is. A nyitó meccset a Stadio Olimpicóban rendezik 16 ezer néző előtt. Ez az olasz drukker már nagyon izgatott. Azt mondja, végre visszatérnek a nagy események, és újra szurkolók előtt vehetünk egy nagy levegőt, bízhatunk abban, hogy megszabadulunk ettől a rémálomtól. Mivel Törökországból nem jöhetnek rajongók, ezért mi 1500 kilométert autóztunk Hollandiából, illetve Németországból, hogy támogassuk itt Rómában a nemzeti csapatunkat, árulja el ez a török drukker. Az Európa-bajnokság biztonsági kihívás jelent a hatóságok számára. Az európai rendőrség az Európollal közösen épített ki egy rendészeti műveleti központot a torna idejére. A szakemberek a járványügyi szabályok miatt kevesebb drukkerre és potenciális futballhuligára számítanak. A műveleti központ parancsnoka szerint a legnagyobb kihívás a rajongók utazása. Korábban az összes szurkoló egy országba utazott, Európa különböző pontjairól, most pedig több országból több különböző célállomásra tartanak. A következő egy hónapban 24 nemzetcsapata 11 országban lép pályára, az ő és drukkereik biztonságát pedig az Európol hágai központjából figyelik, felügyelik.